Sziasztok! Gyönyörű napunk volt tegnap Nagyszalontán. Voltunk a Csonka-toronynál, az Arany szülőházban, Böjte Csaba gyerekeinél, de hogy az Arany életút is megy tovább, mi is indulunk a diákévek helyszínére, Debrecenbe. Itt vagyunk a Debreceni Református Kollégium múzeumában. Orando et laborando, imádkozzál és dolgozzál. Hát ilyen padok között tanult Arany János, amikor feljött Nagyszalontáról, hogy németül tudó jogász legyen. Heten laktak egy szobába a koliba, volt 4 kicsi, ők voltak a Vércsék és 3 Bagoly. Az volt a koli szabályzat, hogy tilos kocsmába és színházba járni. Én nem tudom, hogy mennyire közelítették ezeket a szabályokat. A kor sztárja Ferenczi István szobrász volt, akinek már például Rómában volt műterme. Tehát minden második gyerek szobrász vagy festő akart lenni, hogy Arany is. Kedvenc tanára, éppen a rajztanára volt, Sárvári Pál. Köszönjünk neki! Szerbusz, Pali bácsi! Sárvári Pál, Arany János kedvenc tanára, gúny neve Viasz Katona. Az volt a kedvenc mondása, hogy nem az a fontos, hogy mit tanítok, hanem azt, hogy hogyan. Nem a mit, hanem a hogyan. Ezt örökítette meg nekünk Arany János a Sárvári Párról, akiről egyébként a Bolondistok aksímeonját is mintázta. Itt vagyunk a Svetics gimnáziumban, és debreceni diákokkal fogunk beszélgetni arról, hogy mit jelent nekik Arany, és hogyha kb. Semmit, akkor megpróbálom meggyőzni őket arról, hogy fontos őt követnünk, és ő a mi emberünk. Szevasztok! Csei Miklós vagyok, és Arany Jánost hoztam nektek szóban, gondolattal, cselekedettel, és remélem evők lesztek rá. Én gimiben nem szerettem meg igazán Arany Jánost, sőt a gimit úgy ámblok nem. És utolsó 2 évben volt lehetőségem ezekkel a nagy emberekkel, mint Arany és Petőfi foglalkozni behatóban. És rájöttem, hogy nem is a műveiket szeretem igazából, azokat is nagyon szeretem. De mint emberek példaképeim lettek, és ezt megpróbálom ma nektek átadni. És valahogy ráhergelni titeket erre az egész hangulatra, ami most bennem még él. Van egy játék, álljatok föl, álljunk körbe. Mindenki nézzen, te balra, te jobbra, és így kettesével a mellettállóra. Most. Mellettállóra. Tehát ti. És ne beszélgessetek, és nézzetek a másik szemébe. Ne nézz el, mindenki nézzen a másik szemébe. Van benne valami furi, nem? Nagyon közel, vagy intim. Intim. Tehát olyan érzet, mintha most mindjárt történik valami. Nem? De nem azt mondom, hogy megcsókolom, vagy ilyesmi, hanem van valami pusztán attól, hogy 2 szem találkozik, hirtelen 2 lélek találkozik, és mintha hirtelen egy nagyon gyors interakcióba kerülnének, nem? Mintha tőlünk függetlenül ez a 2 szem így elkezdene egymással pingpongozni. Ez éreztétek? És ez egy olyan izgalmas dolog, hogy ezt mostanában ezt nem használjuk. Tehát nem élünk így. Tehát, ha visszagondoltok, mikor volt az, hogy 3 másodpercen tovább néztél valakinek a szemébe? Én azt gondolom, hogy nagyjából pont úgy gondolkodtam a világról, mint ti 3 évvel ezelőtt. És nekem ez az Arannyal való találkozás bebizonyította azt, hogy a reformkori emberektől eszméletlen sokat tudunk tanulni. Valamiért Arany jelenleg ilyen. Így, és nem ez. És amikor én belemerültem ebbe a Petőfi Arany levelezésbe, és ott van a másik látása, hogy mi együtt vagyunk, és ketten egy kis nagyszalontai házban meg tudjuk váltani a világot és Magyarországot, akkor rájöttem, hogy basszus, 150 évvel ezelőtt élt emberek, de mégis őket kell valahogy lekopizni, és valahogy átadni. Ez a 2 ember szinte szerelmes volt egymásba. A leges-leges legnagyobb barátság volt, pedig csak 2 éven keresztül ismerhették egymást, mert aztán Petőfi elment. És akkor egy ilyen kapcsolat tulajdonképpen ott kezdődött, hogy a másikat megláttam, beszélgettünk, együtt voltunk, és elbúcsúztunk. Ennyi volt a kapcsolat. És minden más az rágondolás volt, levélvárás és levélírás. Rájöttem, hogy én a kapcsolataimat egyáltalán nem így élem. Tehát nem ilyen hangsúlyú nekem egy találkozás. Mert tudom, hogy majd úgy is találkozhatunk, elérem messengeren, fel tudom hívni, miközben azok nem annyira igaziak. És
ezt döntöttük el, hogy erről csinálunk előadást, hogy nekünk ezt meg kell tanulni Aranytól és Petőfitől, hogy mit jelent a másik látása. Van egy játék, álljátok föl. Feladatunk az, hogy Velszi bárdok, megvan valakinek? Igen. Ugye ott Edward királynál megjelennek a bárdok. A mi feladatunk most az, hogy 12 kis csapattá alakuljunk, minden csapatban legyen egy bárd, és az a 12 csapat mindegyike fogalmazzon meg mondjuk 2 pontot, amivel megreformálná ezt az országot. Én arra gondoltam az oktatásra majd. Igen, igen, hogy több idegen nyelvet, de azért a magyar. Hát figyelj! Szuper, úgyhogy azzal kapcsolatban valamit ki kéne találni. Oké, gyertek! Mi a neved, bárdom? Fanni az én becsületes nevem. Fanni becsületes nevű, bárdom. Mi a te pontod? Szakértői kormányt akarok Magyarországnak. Igen, de most nézd a szemembe. Szakértői kormányt akarok Magyarországnak. Te akarod, vagy a többiek is? Szakértői kormányt Magyarországnak. Szakértői kormányt Magyarországnak. Szuper. Hogy hívnak lányom? Mirko Ajnácska. A mindenit. Tehát mi a te pontod? Magyar nyelvű oktatás és az idegen nyelv hangsúlyos tanítása. Ezt most még egyszer a saját hangodon. Gyere, meg lesz, engedd el magad. Én kérdezek valamit, és te, Ajnácskámon, simán válaszolsz. Mit szeretnél? Magyar nyelvű oktatás és az idegen nyelv hangsúlyos tanítását. Frankonéva. Országos sportkötelezettséget. Na Miklós, még egyszer. Keményen, artikulálva, mit szeretnél? Országos sportkötelezettséget. Mi a pontod? Az ország ügyei között az egészségügy és a tudomány prioritását. Oké, most állnak két lábadon. Ez nehéz, ez nagyon nehéz. A színpadon újra kell tanulni járni, és most keményen. Az ország ügyei közt az egészségügy és a tudomány prioritását. Megvan a 12 pontunk, én nagyon büszke vagyok. Köszönöm, hogy itt láttam, örülök, hogy megismerkedtünk. Köszi a bárdoknak és bárdsegédeknek. Szóval szevasztok, veszem a kabátomat és megyek. Sziasztok! Szia! Igen, megyünk már. Ott leszünk. Szóval légy szia a színészeknek, hogy lehet, hogy őket is elkapjuk egy pillanatra. Egy fél mondat, hogyha van kedvű. Meg téged is. Jól van? Csoki? Csoki. Kicsit meg kell szakítani az utazásunkat, mert pont ma este játszok a Kinek az ég alatt már senkie sincsen című darabunkat a Pesti Színházban, amit Arany 200. születésnapjára írtunk, és ha lesz kedve a színészeknek, meg Kis Vinyánszki Attilának, akkor őket is elkapjuk még a darab végén egy pár szóra, hogy mit éreznek most Arannyal kapcsolatban. Stop! A Debreceni Kollégium híres diákjai! Aranyján! Fazekas Mihály, Kazinci Ferenc, Móri Zsigmond, Szabó Lőrinc, Ady Endre és Nyilas Mihály. És a tanár úr édesapja, Hegedűs Dezső. Szerintem azért fontos ez a darab, mert közelebb hoz Arany János és Petőfi kapcsolatát a fiataloknak. Ez a darab rámutat arra, hogy kicsit álljunk meg, lassítsunk le. Nem, abban az időben nem lehetett mindenkit Facebookon elérni, nagyon fontosak voltak az emberi kapcsolatok. Én azt gondolom, hogy egy kicsit itt szét vagyunk esve társadalmilag, és nekem ez egy óriási motiváció arra, hogy van értelme együtt dolgozni, közös célokért és összefogni. Látványában, illetve szövegében, megjelenésében azt gondolom, hogy pontosan betalál a mai középiskolásoknak, és az üzenetet ugyanúgy tudják vele adni ezzel a látványvilággal, szöveggel. Mondjuk a Pesti Színházban, pár perc felett vége a Kinek az ég alatt már senkie sincsen című darabunknak, és most elcsípem a színész büfébe Szilágyi Csengét, hogy most már inkább ő beszéljen, ne én. Ő játszotta Ercsei Juliannát. Bye.
Nekem szevasztok! Hello! Hello. Madács Imre, öreg arany, közepes arany, Sztárnek Katar, asszisztens. Húha! Július 3, az bérlet! Az jó volt! Ezt mondta a bátyám esküvőjére. Csenge, gyere! Várnak téged a... Nézzük, itt a T betű, ők itt a stár. Ide kell állnunk? Csenge Nagyváradi. Mennyire van Nagyvárad nagy szalontától Csenge? Hát olyan 25-30 perc szerintem. Mondjuk nem ismerted még két év annyira Arany János, most egyre jobban ismered, mi a te személyes élményed vele? Személyes élményen? Aha, de most már kamerába is. Tudom, szerintem nekem a legfontosabb mondat ebből az egész előadásból az, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyedül maradjunk. Se a magánéletbe, se az országban, se családilag, se sehogy. Ne legyetek egyedül emberek. Nekem mindig minden írása olyan, mintha egy filmet néznék, amikor olvasok. És amikor ezt az előadást játszhatjuk, akkor mindig boldog vagyok, és úgy kelek fel, hogy végre egy jót fogunk csinálni. Én a Stalker csoport színiskola növendéke vagyok. Hasítanított egy és mást, és így kerültem be a darabba. Azért tartom nagyon fontosnak ezt az előadást, mert képes kirántani a tankönyv szakból ezt a témát, mint például a barátság, a szerelem, hogy mit jelent a másik ember látása, vagy mit jelent az, hogy találkozol és a szemébe nézel egy embernek. Tulajdonképpen, amit tudok Aranyról, azt emiatt az előadás miatt tudom, amit nem egyedül csináltam egyébként, hanem Vinyánszky Attila barátommal, és nekem az életműben a legfontosabb, szia Atti, a Arany Petőfi barátság, vagy az eddig életemben ez a legtanulságosabb rész, ebből tanultam a legtöbbet. És örülök, hogy Attila barátom is megosztja velünk a gondolatait, hogy miért foglalkoztunk mi ezzel. Én már elmondtam nekik, most már csak te vagy soron. Amiről mi gyakran beszélünk, az, hogy két embernek a viszonya, a két ember találkozása az egészen más jelentett akkoriban, mint most. Lehet, hogy ők sokkal többet tudtak a másikról, úgyhogy nem irogattak egymásnak, és nem voltak folyamatosan egymás terében, de mégis valamit éreztek egymásból, és hogyha valahogy ezt a figyelmet, valahogy ezt el tudjuk csípni, szerintem már nagy dolog. Az biztos, hogyha bármilyen komoly beszélgetés van az én életem, akkor mindig azt mondom, hogy nézzétek meg az Arany János eladásunkat, de ha lehet csak akkor a másik felvonás, és ha lehet csak azt az egy jelentet, mert azt gondolom, hogy ez most sokkal többet jelent, mint bármi, ami most körülöttünk van a világban. Ez az én tapasztalatom ezzel. Jó éjszakát! Vár a barikád! Arany följegyzései szerint paroláztak, búcsúzkodtak és hosszan szorongatták egymás kezét a kapuban.